Rendkívül csapadékos volt az idei tavasz. Tolna megyében csak kevés helyen és kisebb mértékben esett a jégeső, de egyes térségekben több mint 200 mm-nyi csapadék hullott, és az eső hirtelen zúdult le, amit megsínlettek a mezőgazdasági növények. Az évnak volt azonban rendkívül aszályos időszaka is, ami szintén nem tett jót a növényeknek. A szélsőséges időjárás miatt sok mezőgazdasági termelőnek esett kára. Ha ezt bejelentette az Agrárkár megállapító szervhez és a kárelnyítési hozzájárulást szeptember 15-éig határidőben és maradéktalanul megfizette, akkor kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Erre november végéig van mód, hívta fel a figyelmet Tamási Balázs. A kárenyhítési alap végülis az most van a zárása, tehát a területalapú támogatás beadásakor a kisebb üzemérettel rendelkező termelőknek opcionális volt jelentkezni ebbe a kárenyhítési alapba, tehát ő nekik feltett egy kérdést a támogatás beadási felülete, hogy kíván-e, vagy nem kíván önkéntesen jelentkezni. A nagyobb termelőknél ott ez kötelező volt, ezt be kellett fizetniük, valahogy szeptemberig be kellett fizetni az erre járó díjat, tehát amit hektáronként megállapít a hivatal. Ez megadott összeg szántónál más, ültetvénynél más, tehát megvan, hogy mire mennyit kell fizetni. Ebből képeznek egy országos alapot, és az év folyamán jelentkező károkat, jégeső, viharkár, különböző egyéb mezőgazdasági sújtó károkat kompenzálják ebből. Tehát a pontos összeget nem lehet tudni, célszerű, akinek volt ilyen kára, az már akkor be kellett, hogy adja, akkor a hivatali szakemberek kimentek megnézni, hogy ténylegesen volt-e kár, mit becsülnek előreláthatólag, és ilyenkor kell beadni a kifizetési kérelmet. A gazdálkodók eddig 296 ezer hektár területre több mint 16 ezer kárbejelentést tettek országszerte. Ebből aszálykár mintegy 160 ezer hektárt, jégesőkár 37 ezer hektárt, viharkár 32 ezer hektárt, tavaszi fagykár pedig több mint 28 ezer hektárt érintett. Tolna megyében is sok termelőnek okozott kárt a szélsőséges időjárás. Jégesőkárról tudok, viharkárok is voltak, tehát azért sajnos elég jelentős volt. Ennél a kárenyhítésnél igaz az, hogy ha valaki nem köt saját biztosítást, normál piaci biztosítótársággal, akkor egy csökkentett díjat kap. Ha ő neki volt saját biztosítása, tehát ő is megtesz mindent azért, hogy védje a gazdaságát, akkor egy magasabb összeget kap mindenképpen. December elejéig, november végéig mondjuk úgy be kell adni inkább. Erről a kérelemről legkésőbb 2020. március végéig döntenek majd, és az igazoltan károsult gazdák eddig meg is kapják a juttatást. Az idei károk kezelésére mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték csökkenés 80%-áig terjedhet, ha a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással.